Már március van. Há, na mindegy, március van itt az új videó, hogy ígértem, visszatértem. És nem is húzom az időt, mert szerintem eléggé sokat vártatok rám. Mai témánk a AAA játékok és az indi játékok. Nekem a Steam könyvtáramban 119 játék van, amiből 14 a AAA, a maradék 105 pedig indi játék. És még mert rátérnénk a lényegre, először fejtsük ki, hogy mi is az a AAA, meg az indie, ha esetleg nem tudnád. AAA játékok, ahogy a nevük is mondja, ők kapják meg a AAA osztályozást. Ők azok, akiket multicégek gyártanak, ezeket a játékokat reklámozzák mindenhol Pesten óriás plakáton, ezek a játékok készülnek több száz vérprofi harcedzett programozóval, és a befektetők több millió dollárjával, ezek a tripla osztályú játékok, ezek azok, amik a modern számítástechnika határait feszegetik a lenyűgöző grafikájukkal, és, és ezeket a játékokat rakják ki 20 ezer forintért a boltok polcaira, hogy a büdös koszos paraszt rá se tudjon nézni. Ez csak az elit veheti meg. Ezzel szemben az indi játékok, azok a játékok, amikor a Józsi bácsi hazamegy a gyári munkából, és leül alkotni egy játékot tök egyedül, pusztán azért, mert szereti a videójátékokat, tiszteli őket, és úgy gondolta, hogy ő is csinál egyet. Ezeket a játékokat legtöbbször csak egy ember csinálja, de van, amikor maximum huszan vannak, és egy átlag gyári munkás béréből elkészülnek. Grafikailag nincsenek a csúcson, reklámozni senkinek, mert reklámozza őket. És akkor mégis miért tartok ebből sokkal többet, mint a tripla H osztályból? Hát ha olvastál a sorok között, akkor már elmondtam, hogy miért van nekem sokkal több indi játékom, mint AAA. A AAA játékokat a befektetők pénzelik, és a gyárak gyártják. Még az indi azok csinálják, akik szeretik a videójátékokat és alkotni akarnak. És ez valami egetverő nagy különbség nem most kezdődött, nem is tavaly, nem is öt éve, hanem sokkal régebben elkezdődött már, hogy a triplaások egyszerűen annyira aljas és mocskos húzásokkal próbálják meg kiszedni az emberek pénzét csak azért, hogy jó számokat tudjanak mutatni a befektetőknek, hogy az valami hihetetlen. Mondok pár példát. A legújabb Call of Duty. Ott az Activision száz vérprofi programozója, akik az elmúlt húsz évben csak Call of Duty t csináltak, meg százezer millió dollárja, Amivel tudod, hogy mit kezdtek? Csináltak egy Butler Royale-os Mert beírták a google hogy milyen játék most a menő, elődobt, hogy Butler Royale, jó, akkor csinálunk Butler Royale-t. millió dollárból nem futott nekik egy új, egy extrém ötletre sem, ők azt mondták, hogy jó, akkor Butler Royale lesz, mert most az a menő. De ezzel szemben ott az indi játék ahol valaki kitalált, hogy csinál egy olyan játékot, ahol vidám taknyokat kell összegyűjteni, ketrezbe zárni, setetni őket, azért, hogy amit kiszarnak, azt elad pénzért. Ez egy elég extrém ötlet. És működött. NBA 2K 14, 19, 18, akármennyi. Egy kosárlabdás játék, ahol a kosárlabdázód nem tud játszani. De semmi gond nincsen. Hiszen ha 20 ezer forintért megvetted a játékot, akkor 10 ezer forintért vehetsz pontokat, amivel fejlesztheted a karakteret, hogy tudjon játszani. Tehát 30 ezer forintba kerül neked az, hogy egy rohadt játékossal tudjál kosárlabdázni. 30 ezer forintból veszek egy palánkot labdával együtt, és a haverémmal ne kellünk kosárlabdázni. Vagy 30 ezer forintból, ha lusta disznó vagyok, akkor veszek négy darab díprokot, ahol a haverémmal megyünk, és törpékkel bányászunk ásványokat egy olyan bolygón, ahol hemzsegnek az óriás gyilkos bogarak. És hogyha a törpém nem tudja rendesen bányászni, akkor a játékban szerzett kristályból felfejlesztem. Nem ám plusz pénzért, nem ám plusz tízezer forintból fejlesztem azt a k*** törpöt, meg nem is húszezer forintba kerül a játék. Fallout 76. Gyerekek, itt a Betesda. A Betesda csinált magának egy saját motort, amivel le tudta programozni az Elder Scroll játékokat, meg a Falloutokat a háromtól kezdve. Erre kiadják a Fallout 76-ot, 20 ezer forintért kirakják a boltok polcaira, és tudod, mit tudsz abban a játékban csinálni? Sétálni egy térképen. 20 ezer forintért kapsz egy üres térképet, amin tudsz sétálni. Tudod, miben tudsz még sétálni? A Night in the ami 20 euróba kerül, és nem mellesleg egy olyan sztorit lerakott az asztalra, hogy abból lesz a következő videóm. Mass Effect Andromeda. Ki volt vele, plakátoz a fél Budapest, 20 ezer forintért megjelent, és ezt kaptad. Az EA Games az elit programozóival, meg 150 millió dollárral összehozta ezt. Arról már nem is beszélek, hogy keresztül sétáltál a falon, áltástél a padlón, meg ilyen hibáktól hemzsegett az egész. De egy ilyet kimertek adni, 150 millió dollárból. Pár hónappal később rá megjelent a, a Hellblade, amit 15 ember csinált, és ja, néz már, egy csomó díjat is besöpört. Na hát, mik vannak? Ja, és amúgy 30 euróba kerül. Tehát ezért van az, hogy nekem 119 játékból 105 az indi. Mert az indi játékok tudják, hogy nem vetik fel a versenyt a AAA-val. Őket nem reklámozza senki, nekik nem jó a grafikájuk, Mögöttük nem ül egy 150 fős programozó brigád, és mégis le tudják őket győzni. Ugye, a jó kis Dávid és Góliát. Az hittem, ez a mese már rég lejár, de a mai világban is ugyanúgy érvényes. Na, mindegy, ennyi fért a mai epizódban, remélem nem haragszotok, hogy eltűntem ennyi időre. Ne hallgassatok rádiót.